Épp a gazdasági kabinet ülése előtt vagyunk, és az imént biztató adatok érkeztek a gazdaságról. Az első negyed évben közel 2000 milliárd forintnyi beruházás valósult meg Magyarországon. Ez 2,5%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. A magyar beruházási ráta ismét 27% felett alakult, ezzel hazánk változatlanul az uniós élmezőnyben szerepel. A növekedést az állami fejlesztések és a családok beruházásai is húzták, az egészségügy beruházásai 45%-kal, a közigazgatási 33%-kal, utatási 31%-kal, míg az ingatlan beruházások 12%-kal erősödtek. Ez azt jelenti, hogy eredményesek voltak azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyek a befektetések növelésével ellensúlyozták a válság hatásait. 2010 óta 63%-kal nőttek a beruházások Magyarországon, ez az érték háromszoros az uniós átlagnak, a régióban pedig éllovasnak számít. Arra számítunk, hogy a kormányzati intézkedések hatására tovább folytatódhat a beruházások növekedése. Az otthonteremtési támogatások bővítése, a vállalkozások fejlesztéseit ösztönző programok, az uniós források hatékony felhasználása is ezt a célt segítik.